Vendégünk a stúdióban Miklós Edit, főszervező. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntelek a műsorban. Jó estét! Csíkszeredáról általában nem a futás jut az ember eszébe, például inkább a hoki. Honnan jött az alapgondolat, az alapötlet, hogy egy ilyen fesztivált rendezzetek? Igazából már évekkel ezelőtt is volt egy futóverseny, csak azt augusztus elején tartották, amikor nagyon meleg volt a csíkszeredai városnapok alkalmából, és az utóbbi három évben megszületett egy olyan gondolat, hogy azon egy picit kéne változtatni, egy picit fel kellene rázni, és így született meg a Running Festival Csíkszereda. Átraktuk szeptember közepére, ugye nincs is olyan meleg, sokkal jobb az idő, általában nem is szokott esni, kopogjam le, reméljük idén se fog, és két naposra csináltuk, éppen azért, hogyha jönnek szálló vendégek, akkor legyen két, tehát pénteken is van egy verseny, és szombaton is lehet versenyezni, ha valaki még szeretne, akkor vasárnapig ott tud maradni nálunk. Ki a célközönség? Inkább profikra, vagy amatőrökre számítok, vagy is? A többsége az amatőr, viszont odafigyeltünk, hogy maraton kategóriában legyen elit korosztály, vagyis aki leigazolt versenyző, azokat külön díjazzuk. De igazából a 99%-a amatőr versenyzők, hiszen mindenféle táv van, de úgy gondoljuk, hogy az amatőr versenyzőket tudjuk a legjobban feltölteni a létszámot. Milyen versenyszámok közül választhatnak a futók? Van maratoni táv, az 42 km, fél maratoni táv 21, van egy maratoni váltó, ami 4x10 km, tehát négy versenyző kell részt vegyen, mindenki azt a 10 km-t futja le, valamint van éjszakai terepfutás, az péntek este van, tehát azzal kezdődik igazából a fesztivál, péntek este, ott kötelező a fejlámpa, hiszen este 8-kor indulnak el, és a Somlyó hegyére, tehát a somlyói messzilátóig futnak fel, majd vissza. Itt érdekesség, hogy minden évvel változtatjuk az útvonalat, hogy ne legyen unalmas, ne ugyanazon fussanak. Valamint van 5 kilométer, amit tavaly raktunk be kérésre, és idénre pedig beraktuk a 10 kilométeres távot, ugyancsak kérés volt, hiszen az 5 és 21 között van egy kis különbség, van, aki ezt szeretné lefutni. Úgy tűnik, hogy jó választás volt, mert már ott is sokan beneveztek. Valamint van a családi futás, az a záró esemény, az igazából egy családi, nem versenynek számít, mindenki fut, ahogy tud. Ott is ugyanúgy, ha beérkeznek, mindenki kap, a kicsi gyerek, a nyugdíjas, nagymama vagy nagytata kap egy érmet. Tehát tényleg az egy olyan futamesemény, ahol mindenki jól érzi magát, és tényleg jó kedvel fut. Az két és fél kilométer igazából csak a városban van. De érdekes. Az elmúlt évek tükrében mennyire népszerű ez a fesztivál? Körülbelül hány jelentkezőre számítok? A tavalyi évben közel 1000 résztvevő volt, úgyhogy szeretnénk idén az 1000 főt túllépni, 1100, esetleg 1200. Egyelőre úgy tűnik, hogy jó irányba haladunk, hiszen a tavalyi évhez képest az idei év ugyanabban a periódusban idén már sokkal többen beneveztek. Úgyhogy reméljük, hogy elérjük a célunkat, még várunk mindenkit, akárkit is, aki szeretne jelentkezni. Korábban honnan érkeztek versenyzők? Lehet-e ezt tudni? Főként ugye Romániából érkeztek, de az egész országból. Ami érdekes, hogy idén már 20 megyéből jelentkeztek, és vannak külföldi, és voltak is külföldi versenyzőink, Németországból, Magyarország, Lengyelország. Még Magyarországról várunk versenyzőket, de azt szeretnénk elérni, hogy az egész országban ismert legyen ez a fesztivál, tehát ne csak Erdély szinten, hanem Bukarest, Brassó, és úgy látjuk, hogy jó irányba haladunk, mert rengetegen vannak. Említetted korábban, hogy változtattok az útvonalon. Hogyan határozzátok meg egy-egy versenyszám pontos útvonalát? Milyen szempontok alapján?
Próbálunk olyan útvonalat, vagy próbáltunk olyan útvonalat kitalálni, hogyha futnak a versenyzők, legyen valamit nézniük is. Ugye el fognak futni a Márton-Áron főgimnázium előtt, a Csíksomlyói kegytemplom előtt, a messzi távolban látszódik az egyeskő, hogyha szép idő van, valamint a Mikovár előudvarába is befutnak, a Vákár Lajos műjégpálya előtt, Csíkszered a polgármesteri hivata előtt. Tehát úgy választottuk ki az útvonalat tényleg, hogy érdekes legyen. Tavalyhoz képest annyit változtattunk, hogy egy bizonyos útszakaszon teljes mértékben le lesz zárva a forgalom. Ezzel is szeretnénk még biztonságosabbá, még biztonságosabb legyen a rendezvény, még kellemesebb legyen igazából a futóknak, ne, senki ne zavarja őket. Úgy tudom, hogy kísérő program is lesz a fesztivál keretében. Igen, mindig szokott lenni pasta party, az elhasznált kalóriát, vagy éppen a következő napra feltöltendő kalóriát meg tudják ejteni a versenyzők, valamint az egész verseny alatt lesz zene, tehát nem fognak unatkozni a nézelődők se, és természetesen fogunk úgymond turisztikai látványosságokat, csomagokat ajánlani. 400 éves a csíkszeredai Mikovár, valamint lehet menni uszodába, tehát hogy vannak ilyen programjaink, ajánlásaink a versenyzők számára. Mondjuk el, hogy egészen pontosan akkor mikor kerül sor a fesztiválra, és meddig, illetve hogyan jelentkezhetnek a résztvevők, mit kell feltétlenül tudniuk? Tehát az esemény szeptember 15 és 16-án lesz, az egy pénteki és szombati nap. A végső nevezési határidő az augusztus 27-e. Ez nagyon fontos megjegyezni, hogy helyszíni nevezés nem lesz. Szeretnénk felkészülni, hogy tudjuk, hogy hányan vagyunk, tehát profi eseményt tudjunk szervezni, valamint a www.runningfestival.ro honlapon lehet nevezni, itt bankkártyával is lehet fizetni, vagy átutalással is, és akkor a honlapra felmenve lehet kiválasztani a különböző futamokat, ár szerint is lehet tájékozódni, az 5-10 és a 7 kilométeres terepfutás az egy picivel olcsóbb, a maraton, félmaraton drágább, és ugye a csapatverseny az egy megint drágább, ami tényleg nagyon gazdaságos, vagy emberbarát az a családi futás, hiszen ott tényleg az élmény a fontos. Örömünkre szolgál, hogy az Erdélyi Magyar Televízió csapata, pontosan úgy, ahogy tavaly is, idén is részt vesz ezen a fesztiválon, úgyhogy nekik is nagyon sok sikert kívánunk, illetve önöknek, nektek, a szervezőknek is, és sok résztvevőt. Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!